Nem, hozok. Hozok, itt teljesen raktár van. Nem baj, lehet raktárt is mutatni. Igen, neki Dalai Láma írt előszót 2 évvel ezelőtt. Pont kimentem speciálisan Dharamsalába. Személyes titkár, jó régi barátom. Mondta Paulus, nem tudom, meddig neked kell várni, de ha van idő, akkor várj el. Vártam 12 vagy 14 napot, és végeredmény, nézd meg itt. És ennek az anyagát mikor fotóztad? Ezt megcsináltam a cigánysággal együtt, mikor rajasztáni cigányokat fotóztam, olvastal is, Igen. két tél alatt. Hát ilyen 2009 és 2000 mondjuk egy között. Akkor gyűjtsem ezt az anyagot. A 4 Buda lábnyoma. Litvániában megálltam tengerparton, és egy profi fotográfus javasolt, mondta Paulus, nem kéne, most tél van, és legjobb periódus a düneket fotózni. Első képemet, mit csináltam életben, itt kezdődik a dűnék. Egyébként ez nem makró, de nagyon közelről, normális objektívvel lőttem. Kezdtem Lübitel, 10 rubeles, barátom mondjuk kölcsönözte, igaz, hogy ez a Lübitel ed alkalomba tönkre ment. Homokvihar, de 10 rubel, mégis se sok. A méret szempontból egy ilyen, lehet gondolkodni, mit tudom, 20 méteres magas, vagy többet kevesebb, igazság szerint egy ilyen 3 méteres télen. Még itt jön, tovább is, születés. Dűnéknek a mozgás, dinamika, és jön ilyen kozmikus féle, mint a szoborok. Mikor esküvőztünk, volt feleségemmel, 82-ben Vilniusban. Ő litván volt? Nem, a volt feleségem Ja, a a feleséged litván. Nyíregyházi. Ja, Nyíregyházi. Akkor nem Nyíregyházi. tudtam, na. Nem, Bocsánat, Nyíregyházi. igen, igen. Nyíregyházi. És akkor csak mondjuk volt két megoldás. Vagy néhány év múlva kiengednek a feleségemhoz Magyarországra, vagy csinálnak egy-két provokációt, és börtönben bedugták. 90% volt, hogy börtön jár nekem. Június közepén mentem a Novosibirskba, mentem tudományos, akadémiai tudományos városban, ott már volt egy-két ismerősem, és akkor felkészültem útra. Kaptam egy csomó konzultációt, milyen faluban legjobban működik a osztiákok, legjobb a tradíciók, még nincs teljesen tönkretéve. És akkor kis csónakkal indultam a Tobolskba, és aztán lassan elértem a Hantimansziszkot, felhívtam a Magyar Nagykövetséget augusztus 8-án, 83-ban. És akkor valamilyen nagykövetségi titkár mondta, Normantusz úr, gratulálok, magának már van egy kis fiú. Tegnap előtt született is. És akkor visszamentem vonattal Moszkvába, aztán tovább, és akkor nem sokára kaptam engedélyt, egy ilyen októberben. Ha itt már kezdtem élni, dolgozni, kértem a magyar állampolgárságot, és már 20 éve, hogy vagyok magyar állampolgár.